Egy sajtótájékoztató részeként számolt be Szijjártó Péter külügyminiszter és dr. Mészáros Lajos főigazgató a Szent Pantaleon Kórházban megvalósult fejlesztésekről január 12-én. Mint az elhangzott, az úgynevezett családbarát szülészet nevet viselő kezdeményezés részeként 2018-ban és 2019-ben pályázati pénzeket nyert az intézmény. A támogatásokat ezt követően új bútorokra, eszközökre, valamint felújításokra és szakmai továbbképzésekre költötték a kórház munkatársai. Miniszter úr látogatásának a célja, hogy hivatalosan is átadja a 2018-ban és 2019-ben elnyert két lépcsős családbarát szülészet pályázati programban megvalósult fejlesztéseket. A kormányzati népesedés politika ismert céljai közé tartozik, hogy a népességfogyás mértéke csökkenjen, a születések száma emelkedjen. Ezt többféle eszközzel, intézkedéscsomaggal igyekszik elősegíteni. Ezek egyike volt a családbarát szülészet Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, az Állami Egészségügyi Ellátóközpont, ma Országos Kórházi Főigazgatóság koordinációjával megvalósuló pályázati lehetőség. A családok életében meghatározó és felejthetetlen élményt jelent a gyermek megszületése. Nagyon fontos tehát, hogy a szüléshez biztonságos és komfortos körülményeket lehessen biztosítani, megfelelő szakértelmet, műszerezettséget és támogató környezetet. A család egysége, az apai kötődés erősítése és az édesanya biztonságérzete szempontjából nagyon pozitív hatású, ha az édesapa is jelen van gyermeke születésénél. Nagyon fontos továbbá a megszületés utáni első órában a szoros anya-gyermek kontaktus kialakulása. Ez az úgynevezett aranyóra, mely mind a gyermek személyiségfejlődése szempontjából meghatározó, később nem pótolható, mind pedig az anyai érzelmek ösztönök kialakulása szempontjából fontos, és előkészíti a sikeres szoptatás lehetőségét. A pályázati kiírás ezeknek a feltételeknek a mind jobb kialakítását jelölte meg célként, projektünkben ezeket valósítottuk meg. A pályázaton megnyert összegből részben építészeti, részben műszerfejlesztést valósítottunk meg. Ezen belül a legnagyobb hangsúlyt a szülőszoba komplett felújítása kapta. Megújítottuk, bővítettük az osztály bútorzatát, eszközparkját, új szülőágyak, szülőmonitorok, inkubátorok, CTG készülékek és egyéb kiegészítők beszerzése történt meg. A 2019-ben meghirdetett újabb fordulóban további műszer és építészeti fejlesztések váltak lehetővé. Központi CTG monitor beszerzés, további bútorzatcsere valósult meg. Képzési programokban vehettek részt munkatársaink az aranyóra és a szoptatás témaköreiben. Az építészeti beruházások közül a legjelentősebb az NST vizsgálóhelyiség kialakítása volt. A szülészet nőgyógyászati osztály 2018-ban elnyerte a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom és a Magyar Kórház Szövetség családbarát kórházi osztálydíját. Dr. Mészáros Lajost követően Szijjártó Péter külügyminiszter lépett a pulpitushoz és megköszönte az egészségügyi dolgozók munkáját. A miniszter úgy folytatta, az elmúlt években az úgynevezett termékenységi arányszám pozitív irányban növekedett. Köszönettel tartozunk Magyarország valamennyi kórházában a szülészeteken dolgozóknak, hiszen az elmúlt körülbelül egy évtized erőfeszítéseinek köszönhetően most már elmondhatjuk, hogy Magyarországon létrejött egy demográfiai fordulat. Az elmúlt két esztendőben pedig nem veszítettük el az azt megelőző esztendők erőfeszítéseinek vívmányait. Tisztelt főigazgató úr! Tisztelt hölgyeim és uraim! Talán az elmúlt 11-12 esztendő legnagyobb vívmánya az, hogy az úgynevezett termékenységi arányszám a 2011-ben feljegyzett 1,23-ról 2020-ra 1,56-ra növekedett, és míg korábban 5 vágyott gyermekből csak egy született meg, mára elmondhatjuk, hogy 5 vágyott gyermekből 4 a világra jön, és ez egy 27%-os növekedés a termékenységi arányszám tekintetében, ami ebben az időszakban a legmagasabb növekedési ütem volt az Európai Unió területén.
És talán érdekes, de inkább mellbevágó az az adat, hogyha nem nőtt volna így a termékenységi arányszám, akkor 123 ezerrel kevesebb gyermek született volna ez alatt az időszak alatt. És természetesen ezt a sikert sem adták ingyen, de az elmúlt 12 esztendő társadalom és gazdaságpolitikai stratégiájának középpontjában mi a családokat állítottuk. Családot, amely apából, anyából és gyermekből, lehetőleg és remélhetőleg minél több gyermekből áll. Én azt gondolom, hogy amit kormányzati eszközökkel a józanész keretei között meg lehetett tenni, azt meg is tettük. Az elmúlt két esztendőt, ha nézem, akkor 200 ezer fiatal pár életkezdését tudtuk segíteni a babaváró támogatással. Az otthon teremtési program is több százezer család számára jelentett fedélhez jutásnak a lehetőségét. Az idei esztendő elején a gyermekgondozási díj minimális, maximális összegét is 280 ezer forintra emeltük, ami 2,5-szerese a 12 évvel ezelőttinek. És mivel tavaly egy másik nagy nemzeti célunkat, az 5,5%-os gazdasági növekedést meg tudtuk haladni, ezért az idei esztendő elején eleget tudunk tenni azon kötelezettségvállásunknak, hogy a gyermekeket nevelő szülők számára visszafizetjük a tavalyi esztendőben befizetett személyi jövedelemadót. És ebbe a sorba illeszkedik, kedves főigazgató úr, tisztelt hölgyeim és uraim, az, hogy a szülészetek modernizálására komoly pénzügyi erőforrásokat mozgósítottunk az elmúlt években annak érdekében, hogy a lehető legnyugodtabb körülmények között, a lehető legjobb körülmények között tölthessék az édesanyák, a babák, adott esetben az édesapák is, ezeket a kifejezetten izgalmas pillanatokat vagy órákat az új életek első napjaiban. Ugye a családbarát szülészet koncepciója keretében a kormány összesen 10 milliárd forintot fordít a magyarországi szülészeti infrastruktúra fejlesztésére és a szülészet területén dolgozó szakemberek továbbképzésére. Az első ütemben 44 kórház, a második ütemben pedig 53 kórház érintett ebben a fejlesztésben, amelyek részben lehetővé teszik a családok együttes elhelyezését, részben pedig a körülményeket alakítják úgy, hogy azok a lehető legnyugodtabb tartózkodást és időtöltést biztosítsák a családok számára, emellett pedig a továbbképzési programok is rendkívül fontosak. Itt Dunaújvárosban két szakaszban valósult meg a szülészet modernizálása. Összesen 84 millió forintot kapott a kórház erre a célra, hogy még jobb, még családbarátabb, még megnyugtatóbb hely legyen anyának, babának, édesapának, meg persze az orvosoknak, szülészeknek és a nővéreknek egyaránt a szülészet. A sajtótájékoztatón felszólaló köszönetet mondtak az egészségügyi dolgozók munkájáért. Mint azt hangsúlyozták, az említett beruházások mit sem érnének azon dolgozók nélkül, akik fáradhatatlan munkát végeznek az intézményekben.